Az elmúlt hét második felében Debrecenben rendezték meg a serdülőkorú úszók országos bajnokságát, amelyen 75 egyesület versenyzői álltak rajtkőre. A Nyíregyházi Sportcentrumot 5 fiú és 6 lány képviselte. A 11 fős csapat végül 3 ezüstéremmel és több döntős helyezéssel zárta az OB-t. Az érmes helyezéseket Barna Bianca szállította mellúszó számú 50-100-200 mellen is ezüstérmet nyert. Nem nekünk dolgoztak a tizedek, századok, ugyanis 54 századdal maradtunk le az első helyről, a százon pedig 15 századdal, ami nagyon minimális különbség. Máskor egy jó benyomás, egy jó célbeérkezés is szerintem ez nem probléma. 200 méter mellett egy hihetetlen tehetség tűnt fel az utóbbi időben országos csúcsokat javítva. Vele nem tudtunk lépést tartani, bár az hozzátartozik, hogy előtte 10 perccel egy váltót úsztunk, ahol 2 századdal maradtunk a dobogóról. 1500 méter gyorson, 800 méter gyorson Tajti Milán 7. helyet szerzett, tehát döntős helyezést ért el. Talán ők kicsit többet vártunk tőle, és magától is többet várt, de sajnos hazajöttünk a versenyről, és másnap megműtötték vakbéllel. Úgyhogy sajnos a verseny is hurcolta ezt a dolgot, ami egyik napról a másikra tört ki nála. A többiek is B-döntőt úsztak, a váltók döntőt úsztak, úgyhogy én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. Elszórtunk pontokat, tehát országos bajnoki pontokban lehetett volna néhányszor előrébb végezni, illetve jobb helyezést elérni, de összességében meg vagyok elégedve. Barna Bianca annak ellenére sem volt elégedetlen, hogy a tavalyi évvel ellentétben ezúttal nem állhatott fel a dobogó legfelső fokára. 100 és 50 méter mellett jó lett volna nyernem, de abszolút nem vagyok csalódott, mivel nagyon jó időket sikerült úsznom. A 200 miatt vagyok egy kicsit mérges, mivel ott ugye nem sikerült egyéni csúcsot úsznom, viszont váltó után úsztam, ami szerintem ahhoz képest nagyon szép időeredmény lett. 7 hónap edzés és versenyzés után augusztusra szabadságot kaptak a nyíregyházi úszók. A szakágvezető szerint rá is fér a pihenő a fiatalokra. Egy nagyon hosszú ciklus zártunk le egy nagyon felemás év után, ami kicsit később indult be, ugye májustól már engedték az oktatást és egyebeket. Én mindenképpen pozitívnak értékelem ezt az évet. Ugye túl vagyunk egy felnőtt bajnokságon, amit még a Covid idejében rendeztek, utána Európa bajnokságon indult a 6 házi Dóri, 200 pillangón a 10. időt úszta, tehát én azt mondom, hogy nem lehetünk elégedetlenek. Utána jött egy ifjúsági bajnokság, ahol szintén Bianca szállította az érmeket, bár ő még serdülőkor csoportos, illetve a fiúk jól szerepeltek váltóban, hosszú távú számokban. Meg ki kell emelnem a nyílt vízi bajnokságot. Tavaly előtt nem indultunk nyílt vízi versenyen, az idén indultunk, 5., 6. és 8. helyezéssel zártunk. Országos bajnoki pontot érő helyek ezek. Én úgy gondolom, hogy jó volt ez a szezon, és hát amivel kicsit fejlődnünk kell, nem kicsit, hanem fejlődnünk kell, az az alacsonyabb kategóriában, a delfin, cápa és gyermek kategóriában fel kell zárkoznunk az élmezőnyhöz, nincs mese. Az edzések szeptember elején indulnak újra. Ősszel 2 nagy verseny lesz, október végén a medencés hosszú távúszó bajnokságon, novemberben pedig a rövidpályás országos bajnokságon gyűjthetnek újabb érmeket a Sportcentrum úszói.